Ez pedig itt egy WZ61 tok forgácsolt, tehát tényleg úgy gyártják teljes egészében. Tehát itt most épp a 22-es kaliberűhöz gyártanak alkatrészeket, ez egy CNC gép, pillanatnyilag éppen áll, és itt vannak a különböző alkatrészek, ami szerintem gyakorlatilag ez foglalja magában majd a csövet. Ott van egybe a fegyver csővel, és ugye egy pin fogja lezárni. Ezeken a klasszikus régi gépeken magát a nyers tömböt, hát tökéletesen síkre köszörülik, hogy be tudják tenni a CNC gépbe, ugye ott teljesen más tűrésekkel dolgoznak. Hát ez valószínűleg ugyanúgy néznek ki az 50-es évek óta ezek a dolgok. Klasszikus Esztergo. Ez a WZ58 nyers stokja, itt is CNC gépek mindenfele. Na és ott vannak benne. Tehát ilyen egy kész forgácsolt WZ58 félautomatának a tokja. Ott a befogó szerszám hozzá. Négy gépen érik el azt, hogy az öntvényből elkészüljön a kész WZ58 tok. Abból a vaskockából lesz a WZ58 zárja. Ezt most egyetlen CNC gépen. Szerintem a gép rakja át maga. Azt kérem, hogy 8-szor rakja át a gép. Pedig egy gravírozó gép. Ez csak 2 éve van meg, ez tulajdonképpen egy felületkezelő kát sor a fegyverekhez, egy galvanizáló sor, igen. Most persze ez is számítógép vezérelt, ez a kemény krómozó üzemegység kezelésre szolgáló, tulajdonképpen egy sütő, de hát ennél kicsit komolyabb. Itt pedig a szagból is lehet látni, hogy ez egy festő helység. Ami ezt itt elképzelünk, hogy arra lehet festeni. Zöld színű. Különböző színekbe gyártják, zöldbe, barnába, matt feketébe. Tehát a Chesmo Labs-nál vagyunk, ez itt a WZ58 fegyvereiknek a végszerelő üzeme. Itt különböző országok számára van, különböző jogi megoldásokkal, tehát ez például egy német vadászoknak és gyűjtőknek való fegyver, rövidcsővel. Azok a Amerikába és Németországba mennek a hosszabb csövekkel és az eredeti műgyanta váltámasszal. De van olyan fegyver, amelyiken egyáltalán nincs váltámasz, az pedig pisztolynak minősül. Ilyen klasszikus régi hadiüzemre emlékeztem egész. És így gyártják magát a csőszertéket is a fegyverre egyébként. Tehát itt 3 alkatrész kivételével mindent ők gyártanak a fegyverekhez. Ez az irgalmatlan hosszú csövű WZ58, ez a kanadaiaknak készül. Ott ugye le van 5-re korlátozva a tár, és 18 col a főhosszúság. Rengeteg sok doboz, WZ58-nak ott a 2 tár helye, és ebbe belefér a leghosszabb is. Ők gyártják a műanyag testű 556-os tárakat is, full fekete és átlátszó kivételben egyaránt. És adapterre jó bele az M16 tár is. Hát, amit látunk, az egy M16 AR15 táradapter, amit csak be kell pattintani a tárfészekbe, és már is az olcsón hozzáférhető AR tárakkal is működik, nem csak a saját táraikkal. Különböző országnak különböző megoldás, a kisebbik egy 10-es tár a németeknek, a nagyobbik az egy lerövidített 30-as tár, amiben csak 5 fér, azt kanadaiaknak. 765-es félautomata német exportra, így kapják. Egy rövid tár, 2 hosszú tár, fegyver használatosítás tisztító kefe, egész kultúrát, 5-600 euró egyébként így. Ez itt a belülvőállvány, ahova a tormentálás után kerülnek csak a fegyverek. Itt 50 és 100 méterre lövik be a WZ58-asokat, és 15 méterre a WZ61-eseket. És most 4 fok van, tehát a fűtőtest is be van kapcsolva, ahol ott április közepén járunk.